Na, itt érkezik. Érkezik muka, drám, ribizli, kis feketén és a melmet kancám. Aha! Ha nem, akkor megy a ribizli, akkor mennek. Hát anyus, figyelj oda, de így nem jellemző. Olasz kanc olyan jó el volt. Ez egy fatális izé volt, tudod, hogy szökelt, azt elizéte, meg szerencsé, hogy nem lett bajod, drágám. A pecsét itt van, nem kellett volna? Jó, kérdeztem a nomcsit. Megint meg van tekeredve a pigli szíjat, kicsim. A neked kényelmesebb, ha úgy rakod. Nem jó? Nem jó? Még egyet vissza. Úgy jobbra eltekered. Jobbra. Finoman azért csikón vagy. Jobbra, talán most jó. És utána lesz neked a kis Dani, jó? Igen, fönnmaradunk udvarba, kis Dani. Majd én mondom, melyik az. Szigliget. Szigliget, így van. Na, ügyesen, drágáim. Ügyesen trappolunk. Igazából már csak Egon Csődi van, Longy, meg fölülünk. És a két szőrmók és a kis Dani. Milyen? Ne idegesíts már, enyém. Mi fura rajta? Eladó. Én megmondom őszintén, nagyon szép az, akkor mi fura neki, ezt nem tudom. Jó, hát nem volt könnyű eset, ő sem. Na, ő volt, aki legutoljára tudtuk kihozni, illetve annyi időt meg kellett hagynom. Ővele jöttünk ki legkésőbb a Tóbira, a sárgámmal. A többi úgy szépen fog voltak, mivel hamarabb, aztán egy kicsit még azért vártunk ott ugye Szólenkára, még valami volt. Ugye, mert azért kijön ide az ember, azért alapok meg kellene, hogy legyenek. A udvarban még ott az ember egyből elkapja, bármi van, valamit ott még tud. De ide, ha kijön az ember, akkor egy pici alapoknak már meg kell, hogy legyen bennük. De hát idáig, hál' Istennek, lekopogom, ezt tökéletesen mennek. Tehát van itt mukadram, kis feketém, ribizli drága és a melmeticus. Szép, szép mind. A kis feketén még az egy kicsit olyan furcsa, de nem baj. Majd lesz belőle valami, vagy nem. Anya, mocsár után elindulhatok galod, de az egy helybe azért odafigyelj. Leülj a seggedre, az kész. Nem, akkor trappolunk, abban sincs baj. Most is furcsa még, Niki? De hogy érzed? Az olyan öröm nézni, ahogy megy. Mert robosztus, erős kanca. Gondolom. De lehet, hogy egy nagy kalap szar lesz, ki tudja. Szinte vagyok, hát ez van. Ez ilyen sport. Nem tudhatod, hogy miből mi lesz. Mindig mondom példának is, megvettük a Sakirát, este megnéztük részegen mondjuk. Amikor megvettük, az is az volt bennünk bőven. Ez egy őzike volt a sarokba. Te jó Isten, mit vettünk Orsival a Sakira miatt. Sakira. 1400. Még rálicáltam kettőt, röhögött mindenki, aztán rájöttek, hogy együtt vagyunk Orsival, visszavették 1400. Amint el akartuk cserélni este. Hát mondom, mit vettünk? Egy őzike, kis sovány, kis csikócska ott volt a izébe a boxba. Te jó ég. Hát persze nem cserélték el, semmiért. És soha nem felejtem, egy szürkére akartam ott mellette, tehát az el volt adva a franciáknak. Rá, tehát ez ősszel volt, októberi árverés, soha nem felejtem, mert Baden-Baden, májusban a pálya legszebb két éves, nem kancája, a legszebb két éves lett a Shakira Mia. Azt hozzáteszem. Az eredményeit meg nem is mondom, mert tizenvalahány milliót nyert nekünk. Ausztria Prize, hazafi díj is sorolhatnám. Fantasztikus jó kanca lett. Kancadíj. Fú. Fantasztikus ló lett belőle. Tehát azért mondom, nem tudod, hogy mi lehet még belőlük. Még ilyenkor. Az nagyon okosnak tartom, akit megmondja, hogy ez ilyen lesz, ez olyan lesz. Ugyan? Eddig nagyon ügyesek vagytok, de azért figyelj rá, anyus. Eddig szupika. Nagyon ügyesen mennek. Tehát ezért annyi sztorit mondhatna itt az ember. A két éves lovat se szabad leírni. Nem szabad, mert nem tudhatod. Fejlődnek. Ami már most egy gyönyörű, nem biztos, hogy az lesz a legszebb két évesen is, meg a legjobb. Ja, na.
lerakom, mert hív a Norbi.